Hé, te! Miért fogsz most jönni a hátad? Most! Különben ez a pók! Este, kimászik az ágyad alól! És... utána pedig megyelsz. Na hát, sziasztok, én Túlszedvők, és a mai napon elhoztam a Lármás családból különféle rejtélyes titkokat, de főleg utalásokat, amiket valószínűleg soha nem vettél még észre maga a rajzfilmben, mivel annyira eldugottak, itt vagy ott, és mindenféleképpen az összes sokkoló lesz. Ha érdekel, mindenféleképpen tartsalom a videóban, és ha ebből esetleg nézném még több részt, akkor kérlek iratkozz fel a csatornámra és nyomd be a csengőt, mivel ezen fogom a legjobban látni. És nagyon szépen megköszönöm, hogyha motiválnál esetleg azzal, hogy belájkold ezt a videót, és kommentbe leírod a bemutató dolgokról a véleményedet. Első. Először is kezdjük azzal, hogy minden epizódnak van egy főcíme, ami egy szójáték, és valójában mindig utal egy filmre, például a Driving Miss Daisy, egy Driving Miss Daisy nevezetű 90-es évekbeli filmre utal, vagy esetleg az Eleni Came a Sister, ami valójában egy 2004-es Elém Came Polly című filmre utal. Őszintén megmondva, ezeket még én sem tudtam máig. Egy pillanatra meg szeretném szakítani a videót azzal, hogyha bekövetsz Instagramon és belájkod az utolsó három képemet, majd rámírsz privátban, a napokban válaszolni fogok. Nem sokáig él az ajánlat, szóval gyerünk! Második. Következő ilyen rejtély, utalásnak mondható dolog, az egyik Lármás család epizódban merült fel, a Liza nevezetű karakter építette egy gépet, igazából egy olyan gépet, amivel képes lett volna magát lefagyasztani, mindezt azért csinálta, hogy az április 1-i poénokat, tréfákat elkerülje, viszont egy 1999-es rajzfilmben, a Futuramában egy konkrétan teljesen megegyező gépet láthatunk, ami kissé eléggé durva véletlen egybeesés lenne, és szerintem semmi esély nincs arra, hogy véletlenül pont ugyanúgy néz ki a kettő, ez is egy bújtatott utalás lehet, amit szerintem senki sem vett eddig észre, mivel egy nagyon régi rajzfilmről van szó. Harmadik. Tudtátok, hogy Lincoln valójában a saját kutyájukat egy képregény alkotóról nevezte el? Charles M. Schulzból van, legalábbis erre utal mindenféleképpen, pontosan ezért is Charles. Ennek a férfinak köze van a Snoopyhoz, a Charlie Brownhoz, és ezeken kívül rengeteg filmhez és rajzfilmhez. Te esetleg ezt tudtad? Negyedik. A sorozatban többfajta ruha van elrejtve más rajzfilmekből. Gondolok arra, amikor például egy ruhaboltban a háttérben meglátszódnak ruhák, például a sárga póló, fekete cikk-cak csíkkal, és ezek mellett hasonló ruhák vannak. El kell, hogy mondjam, ezek mind a Charlie Brown és Snoopyból vannak. A sorozat valószínűleg szándékosan hagy ilyen easter egg-eket benne, és nem hiszem, hogy véletlen egybeesések lennének mindezek, eléggé rejtélyek vannak ezek mögött, mivel konkrét választ sosem lehet szinte hallani, de a saját véleményem szerint ez egy tisztelgés lenne a régebbi sorozatnak. Szóval konkrétan ezzel adják meg a tiszteletet feléjük. Szinte garantálni tudom, hogy szinte senki sem vette ezt eddig észre, ha nem figyelt kicsit jobban oda. Kommentbe írd le, hogy te láttad-e. 5. A következő egy nézői teória lesz, amit több Twitter felhasználó is már posztolt. Többek szerint, amikor felnőnek ezek a karakterek, legalábbis pár évvel később, Lármás Luan és Lármás Luna valójában modellek lesznek, vagy esetleg kissé komolyabban is belemennek az egészbe, ami egy eléggé sajnálatos mód, hangsúlyoznám, ez nem az én véleményem, én csak továbbítom az emberekét, akik ezeket kitalálták, és döntsétek el, ti mennyi alapja van. Sok ember szerint a testvérek szét fognak később válni, valakinek kicsit jobb lesz a sorsa, valakinek kicsit kevésbé, és nekik muszáj lesz egy kicsit felnőttesebb kategóriába elmenekülniük a megélhetés céljából. Szerinted van ennek alapja, vagy pedig csak szimplán kamu? Ez volt az utolsó, hogyha élvezted, akkor nyomj egy lájkot és kommentbe írd meg, folytatásért pedig iratkozz fel és nyomd be a csengőt, találkozunk a következő videóban, sziasztok!